Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy készítek egy videót a videókészítésről. Egész pontosan, hogyan készítsünk Xplainer videót. Az első pont a kutatás. Mindenek előtt kell egy ötletelés, brainstormingolás, hogy egyáltalán átgondolt, hogy mivel akarsz foglalkozni, megtaláld a témádat, és hogy témád maga érdekeljen. Fontos az, hogy a videó jellegét is előre kigondolt. Analitikus elemző, vagy egy áttekintő, bemutató videót akarsz csinálni. Animáció van-e benne, szerepelsz, nem szerepelsz, többen beszéltek, egy narrátor, stb. Ezek mind olyan kérdések, amik fontosak lehetnek. Következő pont az, hogy a témát, amit kiválasztasz, az olyat válasszál, amire tudsz fókuszál. Ezen kívül győződj meg arról, hogy felelhető elég anyag a kutatáshoz, de hát ez több, mint valószínűleg felelhető, főleg, hogyha mondjuk érettségi tételeket dolgoztok ki. Készíts listát a kulcsszavakról. Én most olyan kulcsszavakat találtam, mint például Xplainer videó, content, blogging, Xplainer animation, infographic, research method, brainstorming, film and video making, e-learning, e-school, ilyenek. Az is fontos, hogy a témádat tudjad egy kérdés formájában körülírni. Például nálam, hogyan készítsek érdekes és informatív magyarázó videót a magyarázó videókészítésről. Hogyan készítsek magyarázó videót a magyarázó videókészítésről. Hogyan készítsek Xplainer videót az Xplainer videóról. Illetve még fontos az előkészületeknél a kutatásnál, hogy meg kell fogalmaznunk a témánkat röviden pár mondatban, állítások formájában. Ez ugye a kérdésnek pont az ellentéte, de ez egy nagyon rövid leírás. Egyfajta statementet kell megfogalmazni, magyarul nem tudom, mit jelent ez a szó, állítás, a statement. Szóval a magyarázó videó lényegre törő és érdekes. Audiovizuális eszközök használatával komplex ismeretanyag adható át, ami egyszerre személyes, informatív, akár vicces is lehet. A következő lépés az az anyaggyűjtés és feldolgozás. Mindenképpen érdemes létrehozni egy gyűjtőmappát a videód elkészítéséhez, képeket, videókat, animációkat, hanganyagokat, szövegeket, linkeket, mindent gyűjthetsz. Ezeknek egy részét nagy valószínűséggel már a kutatás során megtalálod, töltegetsz folyamatosan, mentés másként, csicsúgy lett van. Fontos ezeket az anyagokat kategorizálni, mint ahogy látjátok, én is kategorizáltam, ötféle mappát hoztam össze, ugye az öt pontnak megfelelően, és akkor mindegyik képet vagy videót, ami az adott helyre tartozik, azt oda bedobom. Akkor itt láthatod azt is, hogy az egyes témához mennyi anyagom van, vagy mennyi kell még, vagy hol van nagyon nagy üresség. A meglévő anyagokat aztán meg kell szerkeszteni, hogy a Photoshophoz, videóvágókhoz az ezt meg tudja csinálni, aki nem, hát az kénytelen megtanulni, vagy pedig kénytelen olyannal együtt dolgozni, aki képes az ilyesmit megcsinálni. A hangot az fontos, hogy jól meg legyen vágva, illetve kikeverve, meg eleve a felvétel legyen jó. Ugye lehet készíteni ábrákat, animációkat és más szemléltető anyagokat, például screenshotokat vagy rekordokat, mint ahogy én is ezt csinálom. Ezekhez a célszoftvert érdemes megtalálni, és azokat is érdemes megtanulni kezelni, de ez megint egy másik videónak a témája. A narráció a harmadik pontunk. Hogyha jó előadó vagy, akkor az is elég, hogyha csak egy vázlatot készítesz. És akkor ez alapján meg elkezdesz dumálni, de ebben az esetben vigyázni kell, mert hogy nagyon terjengős leszel, nekiállsz szót fosni, eltérsz a tárgytól, tök másról kezdesz el beszélni, őzni fogsz, ázni fogsz. Elmélázol. Érdemes fókuszáltan a tárgyra figyelni. Persze ezeket mind ki lehet vágni, de ha nem vagy olyan jó előadó, akkor akár fel is olvashatod. Felvétel előtt érdemes próbát tartani, nekem ez már a 28. próbám. Itt derül ki valójában, hogy milyen hosszú az anyag. Ha egy szóra egy másodpercet számolsz, az már írás közben is adhat egy támpontot ahhozhoz. Én most ideértem, hogy 387 szónál tartok, de hát szóban már egészen máshol járok. A hangi utómunka az még tud húzni a szövegen, ha nem megy a mondani való rovására, akkor olyan feszes is tud lenni, mint a olyan feszes, hogy saját szabadba fogsz belevágni. A hanggal együtt képet is veszel, akkor ügyelj a háttérre, többnyire a kevesebb több. A storyboard. Na, a storyboard az még egy fontos elem. Kész a narráció szövege, akkor ez alapján nagyon pontos storyboardot tudsz írni, be tudod helyezni az egyes képeket, ki tudod találni, hogy milyen képkivágás legyen, tudsz magadnak instrukciókat írni, hogy milyen váltások, animáció, grafikák jöjjenek. Szóval a storyboardot én mindig minden esetben ajánlom. Fontos, hogyha a képpel együtt veszed a hangot, akkor érdemes előre elkészíteni a storyboardodat, hogy aztán
vizuális gegeket, meg képkivágásokat, azokat jól el tud helyezni. A gyártás az a, hát ugye a legfontosabb része az egésznek, nem véletlenül pazaroltam erre a legkevesebb szót, mert itt igazából csinálni kell. A narráció akár képpel, akár csak a hang ad egy időbeosztást, egy ritmust, egy tempót, a storyboard meg egy vázlat a vizuális hatások sorrendjéről. Itt derül ki igazán, hogy amit elképzeltél, és amit összegyűjtöttél, és amit megcsináltál, az egybegyúrva valójában tényleg egy nagy egész, vagy valahonnan hiányzik még valami, amit könnyen tudsz utólag pótolni és belerakni. És ugye a vágás és a szoftver használat ismét egy külön topik, erről majd érdemes később beszélni. Jó munkát! Viszlát!